A mai videóban ismét pupa újdonságokat fogunk tesztelni. Elsősorban a Wonderme új kollekciót, de a Vamp új eyeshadowból is kipróbálunk majd egyet-kettőt, hogy érdekel titeket, egy ilyen nyári smink, egy kis arckontúrozás, meg pupa újdonságok, akkor tartsatok velem! Na hát, nincs rajtam semmi, mert alapozót is szeretnék kipróbálni. Igazából nincs nálam konkrétan alapozó, tégely csak minták. Ez a pupa Wonderme család tagja, úgyhogy pont ide passzol, és egyébként is már ki szerettem volna próbálni, úgyhogy gondoltam, akkor miért nem most ebben a videóban veletek. Ezt egyébként rendelés mellé kaptam ajándékba. Az összes többi termék, amit itt használni fogok, az egyébként a pupától van, PR ajándékként kaptam őket, és nagyon köszönöm ezúton is. De azt majdnem elfelejtettem nektek mondani, hogy ez a videó azért is nagyon különleges, mert egy nézőmmel közösen fogunk tesztelni. Ilyet már többször is csináltam a csatornámon, kipróbáltuk a Maybelline Vinyl Rouge-t is már, meg Heon alapozót is teszteltem a nézőkkel. Most pedig a legutóbbi videómban kisorsoltam közületek a lelkes jelentkezők között egy szemkrémet és egy korrektort is, amit letesztelhettetek. Erre egyébként sajnos úgy alakult, hogy képzeljétek el, meg volt a nyertes, kihirdettem, a nyertes jelentkezett is a termékekért, de aztán utána én, amikor írtam neki, sajnos eltűnt az éterben, nem tudtam soha többet felvenni vele a kapcsolatot. Egy ideig próbálkoztam, de aztán sajnos csinálnom kell most már ezt a videót, úgyhogy megkértem egy nagyon kedves, volt tanulómat, volt asszisztensemet, Kovács Tamarát, aki egy sminkes egyébként és kozmetikus, megkértem, hogy tesztelje le nekem, és mondja el az őszinte véleményét a krémről is, amit neki, illetve a korrektorról is. Na, hát majd meglátjuk, hogy neki hogy teljesített, be fogom majd ide vágni ebbe a videóba, de menjünk szépen sorban. Na, először is, még a legutóbbi körben kaptam ezt a tavaszi kollekciót, a Sunny Afternoon kollekcióból a Caring and Priming Face olajat a pupától, ami egyébként csodálatos, már láthattátok, ezt fogom primernek most felvinni. Látjátok, ilyen kis virágszirmok úszkálnak benne, és eszméletlen kis fincsi dolog ez itt, úgyhogy ez lesz most a primerem. Kicsit nyomom ki a kezemre, és utána picike kis csillámkák is vannak benne, nem tudom, hogy így látszik-e, hogy emlékeztek-e a legutóbbi videómból, amit hoztam erről a családról. Szóval ezt felrakom, és akkor utána mehet is az alapozó. Na most a Wonderme családból nekem a Wonderme Powder, No Powder, Puder van meg, amit régóta használok, és amit már többször mutattam nektek, amit azért szeretek nagyon-nagyon-nagyon, mert annyira finom, annyira természetes hatása van, hogy egyáltalán nem látszik rajta, hogy púderben az arcodon, tehát nincs poros hatása. Ugye az is a neve, hogy Wonderme Powder, No Powder, tehát hogy azon gondolkozom, hogy egyáltalán van rajtam, vagy nincs rajtam, por rajtad, por. Na, és ennek a családnak a többi tagját fogjuk most megnézni, amik újdonságok. Isten, egyébként annyira jó érzés ez a kis primer a bőrömön, ilyen kis rugalmas lesz, rugalmas érzetű a bőröm, ad neki egy kis fényt, és iszonyú hidratált érzés. Nagyon jó. Na, erre fogunk most rá alapozózni. Hát itt kettő van nálam ebből a 030 medium beige árnyalatú alapozóból, ez csak elég lesz egy tesztre, reméljük. Ez waterproof egyébként. Kezdjetek el azon ráírva, hogy waterproof, tehát ugye vízálló, instant, perfection, tehát hogy azonnali tökéletesség. Na nézzük! Mindjárt kibontom és megnézzük. Én a pupa alapozók közül egyébként a Beauty Touch stickes alapozót szeretem nagyon, de az kivezetés alatt van, amit nagyon sajnálok, az tök jó kis alapozó. Na nézzük, hogy ennek egyetem milyen az állaga. Kinyomok egy kicsit ide. Hopp, 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 kicsit akartam kinyomni, nézzük, folyik egy kicsit, de isteni. Az egy nagyon picit olajos érzetű, amit én szoktam szeretni, mert attól még ápolósabb érzete van, és nekem ugye hajlamos kiszáradni, kicserepesedni egy-két helyen az alapozó. Fogok egy Turbo Steamer Foundation Brush-t, a kabuki alapozó ecsetemet, most már végre mondhatom hivatalosan is, és végre tudom használni. Hát én, tudjátok mit? Most ne nézzetek ide, nemes egyszerűséggel ide fogom nyomni egy kicsit a bőrömre ezt az alapozót.
Így. Ez most ilyen nem annyira elegáns megoldás, így idekenem. Jobb híján most ez van. És nézzük. Lehet egy kicsit sokat... Jó, hozok le a nyakamra is. Kicsit sokat hoztam. De fincsi. Jaj, nagyon fincsi. Így hirtelen a Mac Studio Fix-re emlékeztet egyébként állagban. Csak lehet, hogy egy kicsit sokat hoztam. Orvosabban is lehetett volna vele válni, viszont halljátok, nagyon isteni. Viszont nem illatmentes. De a pupának minden terméke bőrgyógyászatilag tesztelt, úgyhogy nem kéne, hogy problémát okozzon, meg nem kéne, hogy allergiás tünetek jelentkezzenek pupa használat közben, de ettől függetlenül ennek kifejezetten van illata. És nagyon szépen lehet eldolgozni. Pórusaimon egész jó, pirosságaimat gyorsan lefette. Nagyon ápoló érzetű, nagyon finom. Híha! Lehet, hogy kár volt kipróbálnom, mert most kedvem támad beszerezni belőle egy rendes tégájt, nem csak ezt a tesztárt. És egyébként szerintem még ez az árnyalat is jó lehet. De tényleg lehetett volna egy kicsivel kevesebbet is hozni, nagyon kevés kell belőle. Ez nekem nagyon tetszik. Nagyon. Az illata egy picit furcsa számomra, viszont egyébként nagyon tetszik, mert kevesebbet is használhattam volna egy picit, de egyébként nagyon szép a fedése, gyorsan és könnyedén lehetett vele dolgozni, ahogy bekentem magam, ilyen ápoló érzés abszolút. Van egy kis fénye, de szerintem talán ez nem túl csucsogós nekem nyáron, mondjuk le kell pluszba púderelnem biztosan, mert az én bőröm hamar izzad, és tévonalban hamar zsírossá válik, főleg nyáron, de egyébként meg nagyon tetszik. Nagyon kis, szép és könnyed és kellemes, egy kicsit hasonlít a Chanel Vitalume Aquamra, meg a kicsit a Mac Studio Fix-re is egyébként, hogyha valakinek így van összehasonlítási alapja. De van egy kis olajossága biztosan, tehát valószínűleg nagyon zsíros bőre nem biztos, hogy jó, viszont nagyon ápoló érzésű tényleg, tehát száraz bőre viszont kifejezetten jó lehet szerintem, most így hirtelen. Na, és akkor most térjünk is át a Wonder Me korrektorra, ami itt van nálam, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Taminak mi a véleménye róla, ugyanis ez azt ígéri, hogy nagyon jól eltünteti, kifejezetten hasznos a pufadásos és karikás szemekre, és nagyon jó hatása van elvileg. Az is van ráírva, hogy fáradtság előző, kitörli a fáradtság tüneteit, úgyhogy ha valakinek problémásabb a szemája, akkor lehet, hogy előnyös lehet. Hát nekem ott hál' Istennek olyan túl sok problémám nincsen, úgyhogy ilyen szempontból majd Tami véleményeire leszek nagyon kíváncsi. Ő azt mondta, hogy mostanában kifejezetten karikás szemei vannak, úgyhogy jó lesz tesztelni neki. Na majd meglátjuk. Nálam ez a 0-30-as árnyalatban van itt, ilyen a feje, és megmutatom hozzá árnyalatot. Ilyen az árnyalat. Na most a 0-20-as van Taminál, szerintem nekem az is, meg ez is jó lett volna éppen, úgyhogy mindegy is. Na nézzük, ebből is megpróbálok nagyon kevés anyagot használni. Hol a tükröm? Tényleg csak picikét, így ennyit. És én most nemes egyszerűséggel új beggyel eltapogatom egy kicsit. Nem használtam még ezeket a Wonder Me termékeket magamon egyébként egyáltalán, szóval most fogom itt veletek tesztelni. Ó, nagyon kis szupi, el is tűnt. Bőrré vált. Itt egyébként elég jól lefette a kis átütő ereim színét. Ott ugye egy kicsit kékes szokott nekem is lenni.
Hát ez szép, ez el is tűnt. Ez nekem tetszik, de én kevésbé vagyok kritikus, mint mondjuk Tami ilyen szempontból, mert nekem ugye nem olyan sok fednivaló van itt. De nézzük meg, hogy Taminek mi volt a véleménye és tapasztalata róla. Sziasztok, Tamara vagyok. A Timitől kaptam 2 pupa terméket tesztelésre, amit még egyszer nagyon szépen köszönök. Az első termék, amit tesztelni fogok, az egy szemkörnyekápoló, amiben van hialuronsav és B3 vitamin, úgyhogy biztos, hogy nagyon hatásos lesz, de akkor nézzük. Kézfolyamra fogok egy picit kinyomni. Körülbelül most csak ennyit, aztán majd látjuk, hogy kell belőle több. Egyébként állagra nagyon jó, nagyon könnyed, vizes. Úgyhogy nézzük is. Könnyen el lehet dolgozni. Jó. Érzetre amúgy teljesen rendben van, nem ragacsos egyáltalán, és nagyon gyorsan felszívta a bőröm. Gyorsan megcsinálom az alapozást, és aztán jövök is a korrektornak a tesztelésével. Kész is lettem az alapozással, úgyhogy mutatom is a korrektor. Nekem a 0-20-as árnyalatban van, mindjárt kenek ide egy picit. Elég világos a bőröm, úgyhogy szerintem ez tökéletesen passzolni fog. De a szemem alá fogok leginkább kenni. Mind a kettő oldalra. Én leginkább ide a belső szemzugba szoktam, és még ide szélre. Illetve itt van még egy extra pattanás, úgyhogy ide is, picit ide. Még ide szoktam a kontúr alá. És egy keveset a homlokra. És mindezt egy ilyen puffi ecsetnek a segítségével fogom beledolgozni a bőrömbe. Egyáltalán nem szedi fel, ahogy most így látom, szemüveg nélkül nem nagyon szedi fel az alapozót, meg tök gyorsan lehet eldolgozni, illetve nem is igazán szárad. A szemhéjamra már csak úgy teszem, hogy az ecsetemnek a fejét egy picit bekenem, mert nem akarok olyan nagyon sokat tenni, meg erőteljesen se akarom annyira ki emelni most a szemöldököm, csak így éppen. És ezt megcsinálom még a másik oldalamon is. Itt leszek kíváncsi, hogy a szemhéjamon mennyire fog beleülni a ráncóba. Mert nekem eléggé érzékenyek a szemeim, és sokat könnyeznek, meg zsíros is a szemhéjam maga. Úgyhogy nagyon sokszor ez a problémám. Most púderezek egyet a szemem alatt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy púderrel hogy fog majd működni. Amúgy szerintem nagyon szép, így egyben. De és arcom nem fogom lepúderezni, mert ilyenkor nyáron szeretem, hogyha van egy kicsit ilyen fényesebb hatása. Inkább csak ide, ahol mondjuk nagyon nagyon fénik, plusz a szemhéjamra is teszek egy picit. Mert most csak egy sima tusvonalat tervezek húzni a mai napra. Illetve mivel szemüveges vagyok, ezért itt az orromnál egy picit több pudert fogok felszedni. Befejezem még a sminkemet, és aztán megmutatom így az összképet. El is készültem a mai napra, most van kereken 8 óra, elindulok dolgozni, és majd még este bejelentkezek, hogy bírta a sminkem. Sziasztok! Sziasztok, most van délután 17:30, és semmit nem csináltam igazából vele, tehát nem is púdereztem meg semmi. Egy picit itt a pattanásomnál lekopott, mindjárt leveszem a szemüvegem, és megnézzük, azért szedett fel rendesen. Itt főleg az orromnál, de hát ez igazából szerintem minden korrektornál ez van, aki szemüveget hord. De egyébként igazából nem ült bele nagyon a ráncokba, a szemhéjamnál se. Tehát amint láthatjátok, hogy teljesen jó. Így összességében szerintem a szemkörnyékápoló nagyon szuper, igazából minden bőrtípusnak tudnám ajánlani, mert nagyon könnyed krém, nem is kell belőle sok, nagyon szépen feltöltötte az apró pici ráncokat, nyilván nekem nincs még annyi, de már ez is elég látványos volt, és valószínűleg ezért sem csomósodott és tapadt bele annyira a ráncokba a korrektor maga.
korrektor, meg tényleg elképesztő, ez egy nagy szerelem lett most így ezzel a mai nappal, mert azért nekem érzékeny a szemem, sokat könnyezek, most elég izzadós is vagyok így a nagy meleg miatt, és ugye még azért nem mellesleg itt van a szemüveg is, és ez semmi, amit elmozdult, mert rengeteget próbáltam már, és nagyon sokszor volt, hogy itt lepergett, meg összecsomósodott, ugye, ahol a szemüvegem érintkezik az orrommal, úgyhogy én 100%-ig meg vagyok ezzel a termékkel elégedve, és még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok! Na most viszont nem fogok külön púdert használni, ugyanis nálam van ez a Wonder Make kis kontúr paletta, Natural Sculpt, ennek is az lenne a lényege, hogy természetes hatást keltsen, de közben kontúrozzunk is, így néz ki, és ez egy kicsi készlet, ami azt jelenti, hogy van benne egy puder, meg egy kontúrozó rész, és itt van egy kis rajz is rajta, hogy mit hova szánnak, a világosat, az egyeset ugye gyakorlatilag mindenhova, a másikkal pedig kontúrozni tudsz. Na, hát én emiatt most nem fogok másik pudert használni, hanem ezt fogom csak felhelyezni, ezt a kettőt. Na nézzük! Nem tudom, hogy viselkedik, lehet, hogy ez hasonló lesz, mint a Wonder Me Powder, No Powder. De az biztos, hogy a szemem aljára fixálásnak rakok. Az biztos. Ó, lemattította. És olyan kis retusált hatása lett hirtelen, de közben meg természetes is valóban. Nekem egy kis mattítás azért kell, ez a korrektor is azért olyan volt, amit úgy éreztem, hogy az én bőrömmel egy nagyon picit azért ragacsos marad, úgyhogy arra is kell mindenképpen valami kis fixálás számomra. Ami biztos még ide, mert nekem itt izzad, egyébként a szemöldököm fölött is szokott, úgyhogy én így szoktam ide fölrakni, de középre meg ide. Az orromon is szoktam így, tapogatva csak, hogy tényleg így oda fixáljam a port, illetve ahol még mindig szoktam, az ez a tárpórusú rész. Ó, ezen nagyon szépen mutat. Ez szép. De ha nyár van és izzadok, akkor ide is szoktam az izzadás miatt. Egyébként oda nem szoktam, hogyha nem izzadós meleg van. Nem, vagy nem feltétlenül. Meg ide. És akkor a többi részre már nem igazán. Így arra mindenhova. Viszont rakok fel még, vagy legalábbis nem annyira fontos, vagy nem annyira sokat rakok, csak egy kicsikét maximum. És akkor nézzük még a Turbo Steamer Face Brush-sal fogok ebből a sötétből felrakni. Jó sok jött hirtelen, kevés kell ebből is biztos. Nem tudom, hogy milyen erős, nem tudom, hogy milyen színárnyalat felhordva, pontosan, hogy mindjárt meglátjuk. Ó, kevés kell. Ez kontúrozásra is használható, meg ahogy nézem, csak bronzosításra is akár, mert van egy picit meleg, narancsos beütése is, de pont annyi, hogy kontúrnak is még szép. Nyáron amúgy is jobban szeretek kontúrozni egy kicsit melegebb színnel. Igaz, hogy hivatalosan egyébként a kontúrozásra való szín, mint ahogy egyébként, ha ránézel az arcodra és az árnyakat próbálod megtalálni, amik természetes módon is vannak, akkor az árnyak, ide ugye még nem voltam semmit, az ridegebb barna, tehát az hideg, a szürkés. Viszont, hogyha a napsütötte hatást szeretnél, akkor meg ugye barnítod egy kicsit jobban. Na most, hogyha egy picivel melegebb a kontúr színe, de nem túl narancsos, akkor az egésznek van egy kicsit olyan lebarnultabb hatása, egy kicsit olyan melegebb hatása, ami nyáron ugye kedvezőbb, viszont meg attól is függ nyilván, kinek milyen a bőre, hogy milyen hatása lesz, de lényeg az, hogy ez éppen csak annyival narancsosabb, nem teljesen hideg, hogy még kontúrnak is használható, de már bronzosításnak is. Mert ugye, hogyha bronzosítót használsz konkrétan, akkor az a célod, hogy egy kicsit napsütötte hatást érj el. Tehát ahhoz meg az kell, hogy egy pici pír legyen benne, úgymond. Jaj, nagyon szépen lehet vele dolgozni, és nagyon szép.
Nézzük itt fönt is. És még a mennyiségeket kell eltalálnom. De eszméletlenül gyorsan és könnyen el lehet dolgozni. Egyébként tetszik. Nagyon szép árnyalat. Szerintem. Jó, még az orrom oldalára is viszek egy kicsit. És aztán meg is vagyunk. Egy nagyobb púder ecsettel azért viszek fel ebből mindenhova, ahol eddig kimaradt oda is, csak hogy kipróbáljuk. De ahogy nézem, ez is tényleg az az állag, ami nem igazán látszik, hogy poros. Úgyhogy jó, tetszik. Tetszik. Most egy Regi Beauty szemöldök ceruzát fogok használni dark brown árnyalatban, ezzel fogom a szemöldökömet megcsinálni. Felrakok egy Urban Decay Primer Potion-t, és utána megmutatom nektek, hogy milyen új pupa vamp eyeshadow-kat fogok használni. Na hát, először is ezeknek az új vamp eyeshadow-knak az az egyik érdekessége, hogy teljesen jól újrahasznosítható, hiszen kivehetőek a dobozukból, szétszedhetőek, nézzétek, csak így néz ki. Hát, hogyha ki akarod venni, amit én most nem fogok megtenni, akkor itt alul meg kell nyomni, és akkor ki tudod ejteni ugye a tégelyből a festéket magát, így. És egyébként többféle típusú van, van amelyik csillámos, van amelyik wet and dry, tehát vizesen és nedvesen is használható, stb. Stb. Ez például itt konkrétan egy topcoat, aminek a száma a 200-as, és egy ilyen gyönyörűségesség. Ez ugye azt jelenti, hogy használhatod toppernek is, meg használhatod önmagában is. Ilyen. Hát ilyen aranyozott fehér, vagy nem is tudom, minek kell ezt hívni. Ide ki kell nem találni, így jobban látszik. Nagyon-nagyon, ez milyen nagyon-nagyon csillag, nagyon-nagyon. Őt is fogom használni. Aztán van itt egy matt szín, ennek a pontos neve a 406 matt eyeshadow. Ez is ugyanez a koncepció egyébként, ez a szétszedhetős. Van benne egy picike applikátor is, amit én nem hiszem, hogy fogok használni, mert én sose használok ilyen kis applikátorokat, de egyébként meg főleg utazáshoz praktikus, hogy itt van benne az ecset is. És ez egy ilyen kis, úgymond általános matt barna, amit lehet háttérszínbe is például használni, háttérszínnek, de gyönyörű árnyalata van szerintem, nagyon szép. És akkor van még itt egy wet and dry verzió is, a 202-es wet and dry, ami azt jelenti, hogy lehet használni szárazon is, és vízesen is, és én mindjárt meg is fogom nektek mutatni szárazon is. Kibontom. Ja, egyébként, hogyha valakit érdekel a pupa körömlak, ami rajtam van, a körömlak, az egy pupa, szintén az új Neon kollekcióból. Szóval ez gyönyörű szép így is, ha nem vizes, akkor is. Na most ezzel a három színnel már, eleve milyen szép sminket lehet csinálni. De be is vizeshetjük, azt például úgy fogom nektek megmutatni, hogy hozok egy Tudor Szíme eyeshader brush-t. Ott is van, és képzeljétek el, hogy van nálam egy olyan kis spriccelő, ami a síglemes palettában volt a Playgroundos palettához. Itt van a paletta is, meg itt van egy kis ilyen vízzel tölthető kis adagoló. Így nézett ki. Így. És én ezt a spriccelőt fogom most használni. Ezt egyébként a Sheen-holban láthattátok. Van még benne, mert tegnap használtam ezt a palettát pont, és akkor ezzel így le tudom spriccelni az ecsetet. Ennyi nedvesség nekünk bőven elég.
ahhoz, hogy használni tudjuk. Nedvesen is ezt a színt. És ide nézzetek. Így egy kicsit ilyen metálosabb. Hopp! Az applikátort közben kiejtettem magam mögé, de mindegy. Tehát így egy ilyen kicsit kenhetőbb, metálosabb verziót kapunk ebből a színből. Picit más lesz így az állaga. Kicsit jobban bevizeztem. Na, így kenhetőbb, így krémesebb most már. Picit más lesz így az állaga, illetve ugye kenhetővé válik, illetve fémesebb lesz és intenzívebb a csillogása. Így tudod egyébként eyelinernek is használni akár, vagy pedig szemfestéknek is, de eszméletlen gyönyörű. Nagyon szép. Na, én most így fogom használni vetendrájt verzióban, majd mindjárt a szememre. Igazából ezt a három szint egymás mellé pakolod, akkor már is egy csoda keletkezik szerintem. Gyönyörűek. Na, de ezzel fogom kezdeni, hogy hozok egy Turbo Steam-e a Short Shader Brush-t, a kicsike fejű szemhiányoló ecsetet, ezt itt. Aj, ezek az applikátorok, én nem használom őket, de így kipotyogtatom. Szóval ezt fogom használni, és ezt a színt, ezt még egyszer mondom, hogy a 200-as topkót a Vamp eyeshadow-kból. És én most ezt önmagában fogom használni, nem topkótnak, hanem ide egy kicsit. Úristen, nincs rá szó, hogy mennyire gyönyörű. Így. Meg a szemöldököm alá egy kicsit, és baromi egyszerű, de baromi szép lesz a sminkem, szerintem, az a tervem. Nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű, apró, finom szemcsés, és gyönyörű. Na, sajnos a felvételem közben elszállt, úgyhogy itt már fölkerült egy kis szín, az föltűnhet nektek, de még ott tartottunk veletek az előbb, hogy ezt a színt raktam ide föl, és ugye ebben az tetszik nekem nagyon-nagyon különben azon túl, hogy csodálatosan szép, hogy van egy kicsike ilyen nedves, hogy is mondjam, áttetszősége is, csillogása is, ugye nem teljesen homogén, egy picit átüt, egy picit hagyja láttatni az alatta lévő bőrt is, ugye ez egy topkót, tehát ugye nem kellene, hogy lefedje teljesen azt a színt, amire hivatalosan rárakod. Viszont én most nem topkótnak használtam, tehát nem fedőszínnek használtam, hanem csak a bőrömre, és ezért egy kicsi bőrt is sejtett átlátszódni. Ezt jól meg azt mondtam, de értitek? De lényeg az, hogy van egy kicsi áttetszősége, és nagyon szép csillogása, és egy kis vizes fénye is. És akkor utána viszont ezt a matt színt hoztam, ami a 406-os matt, a Turbo Steam-e a Blending Brush-sal, a nagyfejű satírozó ecsettel, és ezzel a színnel fogok egy picikét, hát bemélyíteni, de ez nem túl erős szín, ugye? És nem is akarom, hogy nagyon-nagyon intenzív legyen, de azért egy kis bemélyítés, egy kis sötétítés, egy kis árny azért jól mutat majd a sminkemhez. De olyan túlságosan sötétet nem szeretnék ezzel, úgyhogy ezt itt el is fogom dolgozni. Egy picit viszek alulra is, meg így körbeölelem a szememet, és aztán körülbelül ennyi. Egyébként gyönyörű, szépen satírozható, nagyon szép színárnyalat, és gyönyörű a füstje. Nagyon-nagyon szép. Ez egy ilyen nagyon jó kihasználhatós barna amúgy. Na és akkor most jön a Turbo Steam Eyeshader Brush, és ez a Wet n Dry dolog, ez a 202 Wet n Dry-os Vamp Eyeshadow, ugye? És akkor én egy picikét fújok ide, az ecsetemre, így, és hopp, ma mindent lehetek, nem igaz? Ma ez nem az én napom egyébként. És akkor innen veszek föl egy kis színt, ugyanitt nekiként nem is kellett volna. Mindenből kevesebbet kell használni, mint amennyit én most használok. És ide kenjük fel, és ide nézzetek. Nagyon brutál. Folyékony arany. Nagyon szép. Itt nem is akarom teljesen letakarni ott a barnát. Gyönyörű. Ennek egyébként van sok színjárnyalat, az összeset végigpróbálnám szívesen. Egy kicsikét rakok ide is, de ott nem is viszem végig szerintem, csak így. Ott lájtosabban. Nagyon szép. Szerintem nagyon szépségesen gyönyörűség, nekem nagyon tetszik, de még befejezem egy kis tussal, meg ezzel-azzal, aztán kipróbáljuk az új pirosítót is. Thank you.
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Akkor ebből a Wandermi kollekcióból még hátra van a pirosító, ami milyen névre hallgat itt nekünk, azon kívül Blush, ennek 001 ez a szám van rajta, és ez is egy picikét fényes és gyönyörű szép színe van, így néz ki, már egyszer mutattam nektek ugye a haul videóban a swatchot. Így néz ki. Egy kicsit egyébként lehet, hogy rózsaszínesebb, mint ami ideális ehhez a sminkhez, ehhez egy kicsit ilyen narancsosabb vonulatot használnék, de ez meg korallos, tehát nem teljesen rózsaszín, hanem van egy pici ilyen, ennek is van egy pici aranyos fénye egyébként, úgyhogy nem is biztos, hogy rossz ez, de nem tudom, majd még most mindjárt ki fog merülni. Nézzétek el nekem, ha véletlenül egy kicsit off lesz a szín. Úristen! Nem, nem az. Oda nézzetek. Jézus, milyen gyönyörű, szép. Júj, nagyon-nagyon-nagyon. Látjátok ezt az aranyfényt benne? Hát ez brutál szép. És akkor még ehhez hoztam egyébként highlightert is, bár nem lenne muszáj, mert ez már egy blush lighter. Egy gyönyörű, szép aranyfénye van. Egyébként meg pirosítónak is gyönyörű. Nagyon szép, nagyon-nagyon. Úristen. Egyébként most nekem az egyik kedvenc púderem, az, vagy milyen pirosítom, az pont tudjátok, az a sütis kollekcióból van a pupától, az ennél sokkal rózsaszínebb. De úgy látom, meg lesz a kárpótlás helyette, hogyha elfogy az utánpótlás. Jó, de gyönyörű. Ez nem annyira színes viszont, mint az. De nagyon szép. Hát én még akartam hozzárakni egy highlightert is, de így akkor már lehet, hogy fölösleges, bár igazából van olyan, hogy túl sok highlighter nincs, úgyhogy miért ne? A Shine Bright kollekcióból a Sparkling Top Coat-ot még egy picikét mellé pöttyintem, mert miért ne? Ugye ez meg ilyen. Ide is mellé rakom. Hol van? Itt van. Így. Ez nagyon kis szép, és ide még egy kicsit ebből is. Ez meg azért gyönyörű szép, mert mint a gyémánt szemcsék, ilyen nagyon finom kis por őrlemény van benne, és valami elképesztő. Nagyon-nagyon elképesztő. Hát igen, nem mondom, hogy most nem fogok csillogni. Nagyon szép. És akkor még ugyanúgy a Shine Bright kollekcióból fel fogom a szájfényt is rakni, ami meg ilyen, nézzétek, így. Viszont ez alá valami kis szájszeruzát azért hozok.
open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Na hát, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, velünk tartottatok. Írjátok meg kommentben, hogy hogy tetszett nektek ez a videó, hogy tetszettek a termékek, valamit próbáltatok-e már, ez ilyen nyári smink lett most, amit készítettem, nektek ez hogy tetszik, a sárga tus ötlet például nektek bevállalható lenne, nagyon kíváncsi vagyok rá. Köszönöm még egyszer a Pupának a lehetőséget, hogy a rendelkezésemre bocsátotta ezeket a termékeket, és Taminak is, hogy részt vett a tesztelésben. Hát nagyon örülök, hogy ti is itt voltatok ma velünk, legyen csodás napotok, iratkozzatok fel csatornámra, ha még eddig ezt nem tettétek meg, és lájkoljátok ezt a videót. Köszönöm szépen, sziasztok!